Eddig közel 600 ember nézhetett meg egy színházi előadást, vagy vehetett részt egy koncerten a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. A november 4-én bejelentett új, szigorúbb intézkedések bevezetésével a befogadható nézőszám is a harmadára csökkent. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője elmondta, hogy november 4-től 193 ember vehet részt a színházteremben lebonyolított eseményeken, a 60 fős moziteremben pedig maximum 20-an élvezhetik a vetítést. Az új helyzet új intézkedéseket is von maga után, tehát a már leszervezett, teltházas vagy nagyobb nézőszámmal rendelkező előadásokat is át kell szervezni. Azokat a rendezvényeinket, akár koncert, akár színdarab, ahol a megengedettnél jóval több ember jöhetne csak be, azokat a rendezvényeket most igyekszünk újra szervezni, és igyekszünk mi hamarabb pótolni, lehetőleg a pandémiás járványügyi helyzet lejárta után, hogy mindenki, akár bérletes, akár kvázi sima jegyvásárló élvezni tudja az előadásunkat. Gödrey Zoltán elmondta, hogy dolgoznak egy olyan összesítésen, amiből kiderül, melyek azok az előadások, amelyeket át kell szervezni, újra kell gondolni, vagy akár új időpontban kell majd lebonyolítani. Ezekről folyamatosan tájékoztatást adnak a Kulturális Központ honlapján és a közösségi oldalukon. A kommunikációs osztályvezető azt is elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Kulturális Központ csökkentett látogatószámmal ugyan, de tovább működhessen. Van egy COVID-19 intézkedési tervünk, ez az oldalunkon is megtalálható, abban is benne van minden részlet, hogy hogyan vigyázunk a nézőink és a saját munkatársaink biztonságára. Mindent megteszünk mindig annak érdekében, hogy a lehető, szó szerint legtisztább körülmények fogadják az ide érkezőket. Aki mégis úgy döntene, hogy inkább visszaváltja már megvásárolt jegyét, november 30-áig megteheti a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában.